A másikben jogerő szabadságvesztés büntetését töltő vádott bűnös emberölés büntetében. 1978 civil 4-es törvény 166 szavasz 1 bekezdés, 2 bekezdés kis B és D pontjai. Ezért a bíróság, mint visszaeső, 15 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A vádlott feltétel szabadságra nem bocsátható. Az ítélet kihirdetését szemtelen arccal hallgatta a Balla Irma meggyilkolásával vádolt férfi a nyíregyházi törvényszéken. Ezt követően a bíró a gyilkosság körülményeit ismertette a vádlottal, valamint a jelenlévőkkel a csütörtöki tárgyalás elején. Nyereségvágyból követte el az élettelen bűncselekményt, mert cselekménye közvetlen anyagi előny, így a sértett pénzének és értéktárgyainak a megszerzésére irányul. Különös kegyetlenséggel is elkövette az emberülést, mert rendkívüli embertelenséggel, brutalitással, gátlástalanul, emberi mi voltából kivetkőzve követte el az ölési cselekményt. A vádirat szerint a férfi egy feszítővassal hatolt be a debreceni asszony házába, ahol a sértettet mintegy 20 alkalommal megütötte a nála lévő szerszámmal, majd azt a védekezésre képtelen áldozat nyakára szorítva több helyen is eltörte a gégéjét, mely a nő azonnali halálához vezetett. A bíróság az elkövetéskor hatályban lévő büntető törvénykönyv szerinti legmagasabb határozott idejű büntetést szabta ki a férfira. A törvényszék súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a vádott büntetett előéletű, visszaeső, a cselekményt a feltétel szabadság hatálya alatt követte el. Külön nyomatékkal értékelte azt, hogy a szabadulását követő igen rövid időn, egy hónapon belül követte el ezt a bűncselekményt. Enyhítő körülményként értékelte a vádottnak fel nem róható időmúlást, vagyis azt, hogy a bűncselekmény elkövetése és annak elbírálása között már több mint 11 év eltelt. Javára értékelte a két beismerő vallomását, melynek súlyát csökkenti az, hogy azokat visszavonta. Nem hagyta viszont figyelmen kívül a törvényszék, hogy a két beismerő vallomás a tényállás megállapításánál alapul szolgált, és a két beismerő vallomás nélkül a bűncselekmény eredményes felderítése és elbírálása nagyobb nehézségekbe ütközött volna. A törvényszék álláspontja szerint a vádott terhén megállapított bűnösség körülmények számára és súlyára tekintettel vele szemben indokolt a határozott tartalmú szabadságvesztés büntetés törvényi maximumának a kiszabása. A bíróság tehát nem látta indokoltnak az életfogytig tartó büntetést, azonban az ítélet mellékbüntetéseként a 27 millió forintos nagyságrendű perköltségek megtérítésére kötelezték a vádlottat, valamint 10 évre eltiltották a közügyek végzésétől is. A vádlott és a védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett, az ügyészség pedig az eredetileg kért életfogytig tartó büntetés kiszabásáért jelentett be fellebbezést. A 15 év fegyházbüntetést ezért a bűncselekményért a vádlottal szemmel az ügyészség enyhének tartja, ezért az ügyész fellebbezett életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabása érdekében. A büntetésnek ugyanis az a célja a törvény értelmében, hogy a társadalmat megvédje attól, hogy akár ez a vádlott, akár más újabb bűncselekményt kövessen el. És az ügyészség álláspontja szerint ezt a célt csak is az életfogytig tartó szabadságvesztés szolgálhatja ebben az esetben. Az ítélet hirdetésen jelen volt Balla Irma fia is, akit az első eljárásban a gyilkossággal meggyanúsítottak, majd el is ítéltek és börtönbe is került. Később azonban felmentették, de eddig csak azt mondta ki a bíróság, hogy nem talált elég bizonyítékot arra, hogy a fiú végzett az anyjával. Én a bűnösség kimondásának nagyon örülök, és életfogytot szerettem volna, hogy kapjon édesanyám gyilkosa, hogy a lehetősége se legyen meg, hogy még egyszer ilyet elkövet. A mostani ítélet az még nem a végső ítélet, a másodfok mondja ki majd a végső szót. És úgy éreztem, hogy a bíró is, mivel enyhítő körülményt értékelt, így nem az életfogytot, hanem az ezen kívül kiszabható maximális büntetést szabta ki, ami akkoriban szerintem elég enyhe volt, 15 év, ezt azóta feljebb emelték, de ugye az ítélethozatalkor az akkori törvények számítanak. Schönstein Sándor hozzátette, erkölcsi elégtétel lenne számára, ha egy jogerős ítéletet követően perújra felvételt tudna kezdeményezni, mivel szerinte és jogi képviselője szerint bűncselekmény és nem bizonyítottság hiányában kellene őt felmenteni.